Bár az időjárás nem volt jó, a hangulat annál inkább a hét utolsó napján, a Szent István műfázban, hiszen a Játék füleimnek címmel rendeztek interaktív előadást kicsik és nagyok számára. Két híres klasszikust hallgathattak meg a nézők. Don Quixote La Mancha lovagjáról, illetve Péter is a farkasról mesélt kamarás emese. Ez egy fantasztikus ötlet volt, Hámori Jánostól származik az ötlet, és ő keresett engem meg. Jól ismerjük egymást, baráti kapcsolatban vagyunk az ő családjával. Tudta, hogy nagyon sokat mesélek, sokat vagyok gyerekek között, és nagyon szerettem a rendhagyó, különleges dolgokat. És amikor ezt az ötletet előadta, akkor biztos voltam benne, hogy ezt meg fogjuk együtt csinálni. Hát egy ilyen fantasztikus zenekarral, nekem is hátborzongató így hallgatni, miközben játszom és mesélek. A zenei aláfestésről a 35. születésnapját ünneplő székesfehérvári fúvós zenekar gondoskodott, amit Hámori János vezényelt. A karmester azt is elárulta, miért kamarás emese volt a tökéletes választás mesélőnek. Van egy ember, most nem nevezem nevén, egy amerikai jazz trombitás, egyszer még kérdezték tőle, hogy miért az az ember gitározik a zenekarába, és azt válaszolta, hogy mert nincs jobb. Úgyhogy én is csak ezt tudom mondani, nincs jobb. Mesé és a fúvósok a jövőben is szeretnének hasonló előadásokat rendezni gyermekek számára, mivel a mostani előadás is hatalmas sikernek örvendhetett és felejthetetlen élményt nyújtott minden hallgató számára.